Az Agrártájoló Moson-Magyaróvári rendezvényen vagyunk most, és Géfehér Marinas Virág István a vendégeim, beszélgetőtársaim. Marinát először, mint hölgy, először őt interjúztatjuk. Ugye ennek a rendezvénynek, ha lehet mondani, a fő témája és a fő partnerei, az pont az Agrotech és az IKR Agrár. Pont azért, mert az egyetem precíziós gazdálkodása az erősen kötődik hozzátok. Majd mindjárt picit a precíziós gazdálkodásról is Istvánnal, de előtte Marina, hogy az IKR Agrár egyáltalán, hogy a rendezvényhez hogy keveredtetek ti ide, egyáltalán az egyetemhez, hogy ilyen fő résztvevői vagytok ennek a mai agrártájolónak? Azért azt tudni kell, hogy az IKR Agrártól is a dr. Pece Zsuzsanna, illetve hát az Agrotechtől is dr. Virág István, meg itt egy kollégám Rózsa Tamás, ők mind itt végeztek az egyetemen, tehát azért van egyfajta... Szerves kapcsolódás. Van egyfajta, igen, ilyen jellegű kötődés is, és hát mi eléggé szoros kapcsolatban vagyunk az egyetemmel, képzési programunk is van itt, illetve tavaly aláírtunk egy ilyen háromoldalú megegyezést is, az Agrotech, az IKR Agrár és az egyetem a precíziós együttműködés kapcsán. Úgyhogy igen, tehát általában azért ezeken az eseményeken együtt képviseljük, együtt vagyunk jelen a két céggel. Az Agrotech ugye a gépek, a technológiák és a precíziós technológiák, precíziós eszközökkel meg szolgáltatásaival, az IKR Agrár pedig a precíziós szolgáltatásaival, mint a zónamenedzsment, a talajinformációkat, a szaktanácsadás, talajvizsgálat, ezekkel a talajszelvényvizsgálat szaktanácsadásaival van jelen. Van egy nagyon szép kiadványotok, muszáj pár szót ejteni róla, a Horizont magazinotok. Azt milyen sűrűn adjátok ki azt a kiadványt? Szenzációs minőségben van, mondanom se kell. A Horizont magazinunk évente kétszer jön ki, az egyik az így általában így az agromos időszakára, így január végére, február elejére, a második pedig így őszi, szeptember eleje, szeptember közepe táján, tehát kétszer jön ki a kiadvány. Egyébként viszonylag vékonyka volt még, amikor ide jöttem, aztán azóta meg azt mondják, hogy most már lassan egy kis könyv van, tehát több mint 100 oldalas kis kiadvány, és ezt a saját partneri címlistánkra postai úton juttatjuk el, illetve hát nyilván a területi központokban meg a kollégáknál is mindig vannak példányok, tehát tőlük is el lehet kérni. Bók akart lenni a marketingesnek, hogy milyen szép kiadványotok is van a többi egyébként magas színvonalú kiadvány mellett, de ez egy külön szép kiadványotok. Hát nektek is azért van egy nagyon szép kiadványotok, úgyhogy köszönöm szépen a bókot, de te is nagyon jól tudod, hogy mennyi munka van vele. Ezt tudom, ezért is szerettem volna ezzel kapcsolatban bókolni. Virág István, dr. Virág István a másik beszélgető partner, ugye mint kiderült, és a jelvényedből is látszik, hogy azért Óváron végeztél, mikor volt ez a hőstett? Ilyen nehéz kérdéseket mindjárt az elején. Attól függ, hogy itt gyakorlatilag összesen végeztem talán 3 képzést. Ugye én élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök alapszakon végeztem, aztán ugye közben megcsináltam a növényvédő szakmérnököt, végül ugye a doktorit is itt végeztem, tehát gyakorlatilag összesen egy nagyon hosszú időszakot töltöttem itt, nagyon szép éveket, életem egyik legszebb időszaka volt itt az egyetemem, és ugye itt az Agrártájoló rendezvényen is számos volt kollégával, hallgatótársal, és volt jelenlegi kollégával találkozhatunk, tehát ez nekünk egy igazi ünnepély ilyen szempontból, nem csak egy szakmai rendezvény. Ezt el kell mondanom a nézőinknek, hogy ugye mi az Agrotechnek a precíziós történetét nem csak a Horizont magazinból, meg a kiadványaitokból olvasgatjuk, hanem használjuk is otthon intenzíven. És Virág doktor az, aki intenzíven segít abban, hogy a kukorica labirintusunknak a térképe elkészüljön, mert bármilyen furcsa, mi nem csak arra használjuk, hogy vetünk, sort művelünk, vagy sorközt művelünk a gazdasággal, vagy majd hozamtérképet készítünk belőle, hanem például a kukorica labirintust úgy vetjük el, hogy azt nem kell később kapálni, tehát azok a vektorok, azok az utak, amik benne vannak, azokat pont Virág doktor az, aki előállítja nekem, legalábbis a digitalizálás szempontjából. Tavaly leküzdöttük, hogy meg tudtuk oldani úgy a vetést. Nem tudom, csináltatok még ilyen érdekes projektet, ami a vetés, vagy mondjuk úgy a digitális működés kapcsán érdekes? Hát igen, hadd mondjam el, hogy ez egy kiváló példa volt egy együttműködésre, ami itt a cégem és cégek között zajlik. Gyakorlatilag magát a tervet, amit ugye te rajzoltál, álmodtál meg, azt egy együttműködő partnerem digitalizálta be, ezt ugye mi átalakítottuk egy kiutatási tervé, és a helyszíni munkátokban is részt vettünk, tehát itt egy egész komoly csapat dolgozott azon, hogy ez sikeres legyen a művelet. Igen, sok idén már egyszerűbb lesz egyenlő. Idén mindenképp.
Attól függ, miért rajzolsz, persze. Gyakorlatilag igen, számos ilyen érdekes megkeresés érkezik hozzánk. Ugye ilyen kukorica labirintus témában, ha utána járunk, nagyon sok féle van, nagyon sokat kézzel készítenek, és ugye viszonylag keveset ilyen digitális megoldásokkal, de ha már... De nekünk van egy partnerünk, Agrotechnek hívják, és nem lehet, hogy mi nekiállunk kapálni, meg fűnyírozni, meg nem tudom micsoda. Igen, igen. Tehát ez lenne a jövő, hogyha ma van egy technika, ami erre alkalmas, van egy olyan a vetőgép, ami erre alkalmasra tehető, akkor használjuk a technikát, erről szól minden. Igen, talán belecsaptunk a legkevésbé mezőgazdasági alkalmazásában ennek. Itt van egy Smart Farm az egyetemen. Mit csinál, mi mindent csináltok ti ott? Ez egy komoly beruházása volt az egyetemnek. Hát itt gyakorlatilag az egyetem, hogyha visszagondolok, évtizedekre visszatekintve is nagyon komoly kutató munkát végez mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés területén. Maga ez a Smart Farm Project szerintem régóta álom volt az egyetem részéről. Ez egy kifejezetten digitális mezőgazdaság mintafarm projekt, ötlet, ami gyakorlatilag megvalósulni látszik most már, mert nagyon szépen haladnak a folyamatban, és ehhez mi az erőgépekkel és a technikával tudtunk hozzájárulni. Szerencsés módon ez nagyon nagy öröm volt számomra, hogy gyakorlatilag a Smart Farm vezérgépei, azok New Holland gépek, a lehető legmodernebb aktuális technológiával felszerelve. Gratulálok nektek, köszönöm a beszélgetést Marinának és Istvánnak, folytatjuk még további sok jó beszélgetést itt ezen az agrártájolón. Azt külön megkiderült már, miért agrártájoló? Azt tudjátok? Elfelejtettem megkérdezni Dékánoltól. Ez egy jó kérdés. Igazából egy iránytű a diákoknak, hogy merre tovább, szerintem valami ilyesmi indult ott ki, hiszen pont az a cél, hogy a diákok megismerhessék a különböző szakterületeket, cégeket, hogy milyen irányba vegyél tovább a tanulmányok utána az útjukat. Talán ez lehetett az elképzelés nyomán az elnevezése a projektnek. Hiába úgy van ez, hogy tanult embernek párja nincsenek ideját, de az már lélekből képes ezt vinni. Köszönöm még egyszer nektek a beszélgetés, sikeres kiállítást kívánok. Köszönjük szépen.